Egész évben hajtunk, dolgozunk, várjuk a nyarat, amikor kicsit elvonulhatunk, megszabadulhatunk a mindennapok taposó malmából. De ha nem készülünk fel megfelelően a nyári álomból, könnyen rémálom lehet. Különösen ajánlott minden szükségeset becsomagolni, ha gyerekkel indulunk útnak. Függ a gyerekkorától is, hogy mit viszünk magunkkal a nyaralásra. De ami szerintem megszoktam is a betegeimnek ajánlani, hogy ebbe a kis házi patikába mindenképpen legyen valami lázcsillapító, az gyerekkorának megfelelő, ugye, akkor legyen hasmenésre való szer, ez is előfordul, hányás esetére valami gyógyszer, vagy valami természetgyógyászati készítmény, ki mit szeret. Napégésre nem kenőcs, hanem inkább vannak ilyen különböző habok, gélek, amiket én speciál nagyon szeretem, bárányhimlőre, csípésekre, rovascsípésekre, napégésre szoktuk használni, és nagyon jól hűsítenek, fertőtlenítenek. Ha tengerpartra utazunk, sokszor nem is jut eszünkbe, hogy azokban a vizekben bizony nem csak halak élnek. Ezért azt is el szoktuk felejteni, hogy vízicipőt vigyünk magunkkal. Pedig ezzel elkerülhetjük a tengerben élő állatok csípését, szúrását. A sírnő az nagyon kellemetlen, csúnya gyulladásokat tud csinálni. És hát a fürdőcipő. Különösen, hogyha előre tudjuk, hogy ott vannak sünök, akkor a fürdőcipő ajánlott, de ha mégis megtörténik a baj, akkor viszont hát egy ilyen, ki kell ugye szedegetni ezeket a tüskéket a talból, illetve hát gyulladás csökkentő kenőcsöt. Amúgy személyesen volt szerencsém látni legutóbb, amikor nyaraltunk, hogy a papája levével kenték be a miután fertőtlenítették a sebet, és kiszedték a tüskéket, és nagyon szépen gyógyul erre. Hát a medúza csípés az meg különböző tüneteket tud okozni, tehát egészen az enyhe gyulladástól, egész komoly ilyen szisztémás tünetekhez is vezethet, mint hányinger, hányás, láz, hidegrázás, tehát ilyen dolgok lehetnek. Természetesen ezeket is ugye tünetileg kellene csillapítani, kezelni, és hát a csípés helyét pedig gyulladás csökkentő kenőccsel, azt is mondjuk érdemes vinni magunkkal valami olyan kenőcsöt, ami gyulladás csökkentő. Egyértelmű, hogy fertőtlenítőszert szerintem csomagoljunk, bárhova megyünk, mert bármilyen baleset történhet, csípés, vagy elesik a gyerek, vagy fölvágja a kezét, lábát, akármilyen balesetnél egyértelmű, hogy először is fertőtlenítsük a sebet. Nyilván, ha komolyabb a dolog, akkor mindenhol van egészségügyi ellátás. Fontos még tudni, hogyha külföldre, valamilyen egzotikus országba utazunk, feltétlen nézünk utána, hogy az adott helyre milyen védőoltás beadatását javasolják a szakemberek. Mert lehet, hogy az adott ország alapján mi úgy gondoljuk, be kellene oltatnunk magunkat, de könnyen lehet, hogy nincs is rá szükség. Turista útra igazából azt kell mondjam, hogy olyan borzasztóan nem kell előre oltakoznunk, mert a turista utak azok biztonságosak. Biztonságosak az oltások szempontjából még azok a helyek is, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Afrika, stb. Még azok a helyek is egy turistának biztonságosak, amikről azt gondoljuk, hogy nem. Viszont, hogyha olyan útvonalat választunk nyilván, ami hát azért egy inkább olyan felfedező és messze van a turista látogatottságtól, akkor érdemes az afrikai országokba, érdemes ugye sárgaláz ellen, a malária ellen, érdemes beadatni a tifuszoltást, a májgyulladás oltását, ami most már egy ilyen kettős kombinációban létezik, A és B ellen is hat. Úgyhogy akkor ezeket érdemes beadni. De a szakember még azt is elmondta, ha valaki tudja magáról, hogy bizonyos állatok csípésére allergiás, semmiképp se felejtse el a szakorvosa által javasolt gyógyszereit magával vinni. Akinek pedig nincs tudomása ilyesmiről, annak is célszerű akár a patikákban recept nélkül kapható antihisztaminok közül csomagolni egyet.